Jövünk, jövünk. Sziasztok! Hello. Hello, sziasztok! Sziasztok! Győztesek! Hát, vártuk! Még a szinte áthatolhatatlan köt sem tántorította el az igazi természetjárókat, versenyszellemű pécsieket, baranyaiakat attól, hogy részt vegyenek március 24-én a Mecsek túrán. Általában minden évben így kezdődik, tehát ez, akik régóta járnak, már tudjuk, hogy ezzel ez egy kicsit kapatos, most jön egy lágyabb rész egész remeterétig, onnan meg a másik felemű megpróbáltatás. És mert én nagyon szeretem ezt a kötös dolgot. A Baranya megyei Szabadidősport Szövetség rendezvénye nyitotta meg hivatalosan az országos olimpiai öt próbaversenyek sorát. A két évtizedes múltunk biztos, hogy bemizonyította, hogy erre a rendezvény sorozatra szükség van, és egyre többen vágnak neki. Most a nagyon rossz idő ellenére is több százan vágnak neki ennek a távnak. Tehát szerintem voltunk, és leszünk is, és reméljük mindig egyre többen próbálkoznak a próbák teljesítésével. És amíg a túrázók a ködös Mecseken a 7,5, 15, illetve 30 kilométeres túra útvonalakon küzdöttek az esővel és a köddel, a szervezők sajtótájékoztatón számoltak be az olimpiai 5 próba versenysorozatról. A tájékoztatón részt vettek a versenysorozat szponzorai, a megyei önkormányzat sportbizottsága, illetve az Országos Szabadidősport Szövetség tagjai is. Német Imre, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium sport és szabadidő osztályának vezetője szerint a szabadidő sportot új alapokra kell helyezni, miután sajnos erre a tevékenységre szűkösek jelenleg a források. Az a bölcs mondatom mindig, hogy a sportra sosincs elegendő pénz, hiszen mindig lenne újabb ötletünk, amit el lehet költeni. Ez a projekt konkrétan 8 millió forint, ami ebben az évben támogatásként érkezik. Hogy érezzék azért a szándékot, hogy ez a szabadidős költségvetésnek jelentős része, ugyanakkor tavaly ez 60 millió, az előző ciklusban 60 millió forint volt, akkor ennyi pénz volt rá. Én azért is örülök ennek az egész rendezvénysorozatnak, hogy arra mutat példát, hogy a vállalkozói szféra bevonásával kvázi üzlet alapon is meg lehet csinálni egy ilyen országos rendezvényt. Igazából a minisztérium tényleg csak azt a pénzt adja meg, ami a garanciát, hogy egy éven keresztül tudja működtetni a programot. Az olimpiai 5 próba országosan kiírt próbatételei miatt nem kell majd utazgatniuk a baranyai sportolóknak, hiszen a Megyei Szabadidősport Szövetség valamennyi szakákban megszervezi a következő több mint egy évben a versenyeket, így kerékpározásban, futásban, úszásban és túrázásban is gyűjtögethetik a kezdő és profi versenyzők a teljesített próbákért járó pontokat. Érdemes részt venni az 5 próba megmérettetésein, hiszen sorsolás alapján 8 résztvevő eljuthat az olimpiára. A mai Mecsek túra résztvevői ködbe vesztek, ahogy a mögöttem nem látható tévétorony is. Egy bizonyos mindenki visszaérkezett erről a túráról. Egyéni versenyzők és iskolai csoportok egyaránt összesen több mint 500-an teljesítették a Mecsek túra útvonalait.